17 települést magába foglaló Pest megyei 6-os számú választókerület országgyűlési képviselőjét, Vécsei Lászlót kérdeztük a kerület állampolgárainak mindennapi életét befolyásoló változásokról, beruházásokról. Idén 4. alkalommal rendezték meg Kistarcsán a térség egyik legnagyobb gasztronómiai eseményét, a Bőlér Fesztivált. Mai műsorunkban a rendezvényről készült tudósításunk első részét tekinthetik meg. Jubileumi 15. farsangi előadását tartotta február 7-én a Gödöllői Frederik Chopin Zeneiskola tanári kara. Az iskola életéről és a farsangi műsorról Buka Enikővel, az iskola igazgatójával beszélgettünk.